Tajti Zoltán vagyok, az Écsényi telephelyemünkön vagyunk. Ez a saját méhészetem, tulajdonképpen itt méhészkedünk, vándorméhészek vagyunk. Unokatestvéremtől tanultam a méhészkedést, fekvőkaptárakkal dolgozom. Baranya, Somogy, Tolna, így ebbe a három megyébe vándorlok, minél közelebb a saját telephelyünkhöz. 11 fajta mézet árusítunk a vásárokban, rendezvényeken, mezőgazdasági kiállításon vásáron, most voltunk részt az Omékon Pesten. Születi napokon állandó kiállítók vagyunk Gyulafehérváron, folyamatosan minden évben kiállító vagyok, úgyhogy megvannak a visszajárós helyeink. A Léder programba pályáztunk egy palackozó üzem építésére, az első fordulón már túl vagyunk, ott átmentünk. Meglátjuk, hogy a következő fordulóban mennyire bírálják el eredményesen a pályázatunkat. Ott kisebb termelőknek szeretnénk palackozni bérben a saját termékeiket. Úgy kívánjuk kialakítani a gépparkot is, meg az üzemet is. 110 pacsemete van a saját területünkön, ez részben virágozó, részben nektártermelő növények, őshonos magyar növények, de kaptunk növényeket Amerikából, Mongóliából, Kínából, és mindegyik csak a méheknek van ültetve. Parkosított jelleggel működik a dolog, és bemutató méhészkedést is vállalunk ingyen családoknak. Ide ki lehet jönni pörgetés alkalmával, megtekinteni a kaptárakat, magát a munkafolyamatot, hogy kerül a lépből az üvegbe a méz.